Az emberek többsége barbár sportnak tartja az amerikai focit, legalábbis Magyarországon. Árpa Attilának például legutóbb a kulcscsontja törött, de azt mondja, ez semmiség. Ennek ellenére ez a játék nem csak arról szól, hogy az ellenfelet minden áron a földbe kell döngölni. Az amerikai foci egy igazi életstílus. A gondolkodás, a taktika és az erőjátéka is egyben. Árpa Attila egy sör mellett arról álmodozott, hogy egyszer amerikai focit játszhasson. És ahogy ez nála lenni szokott, vágya teljesült, a macsó producer megtalálta a számára ideális sportot. Boom. A futás és a csendes bemelegítő gyakorlatok után felsorakoztak a harcosok, hogy bemutassák hangjukat is. Mindez még semmi. Ezután a fiúk fáradhatatlanul követték a vezetőedző utasításait. Taposás, vetődés, futás és erőlködések után még agresszívabb gyakorlatok következtek, amelyek bizony komoly sérüléseket is okozhatnak a játékosoknak. Ez most pont egy olyan gyakorlat, ami egy kicsit veszélyesebb. Általában sérülések csak vagy nagyon buta helyzetekben történnek, vagy ilyen ritkán durva jeleneteknél. És durva jelenetekből akad bőven. Folyt az izzadság, a srácok kapkodták a levegőt, csattantak a sisakok, a tompa puffanások pedig azt jelezték, hogy egy test már megint a földre zuhant. Itt bizony megesik olykor, hogy eltörik egy-egy csont. Kulcscsonttörés az aránylag gyakori, de az inkább meccseken. Lehet, de talán nem csak a váll nem bírja a terhelést. Bokatörés, új törések, ilyesmik. Magyarországon az amerikai focit már nem csak a hollywoodi filmekben lehet látni, mert egyre több magyar fiú is így akarja levezetni fölösleges energiáját. Varga István vezetőedző szerint bármilyen alkatú srác megfelel erre a játékra. Igazából minden réteg megtalálja itt ebben a csapatban a posztját, tehát egészen a pici fiúktól a nagy izmos férfiakig, és pont ezért ilyen magas a létszámunk. Nagyon sokan megszerették az amerikai futballt. Amerikai futballt, és nem röbbit? Nagyon sokan megszerették az amerikai futballt. Felületes szemlélődő számára ugyanis a két dühöngő játék között nincs különbség, de nagy hibát követel az, aki az amerikai focit esetleg leröbbizi. Az egyetlen közös, hogy mindkét sportban kőkeménynek kell lenni. Kőkemény legyen, belemenjen minden ütközésbe, vállalja ezt a sportágat, vállalja a társaiért a felelősséget a pályán. Igazából nem kell, hogy nagy darab legyen, izmos legyen, erős legyen. Itt mondom, megtalálja a pici ember is a helyét a csapatban. Az amerikai foci állítólag nem elsősorban izomsport, mert jó játékos az eszét is használja, és természetesen odafigyel a csapattársa testi épségére is. Bekerülni egy ilyen csapatba tehát egy igazi macsó számára főnyeremény, és nem is olyan magas a követelmény.